van egy beteg a családban, és... Ö, egy? Egy. Akkor a, ak, akiről vagy tudok csak, legalábbis csak egy. Igen. És az lenne a kérdésem, hogy ö, a vele való viszonyulásban meddig tudok elmenni, tehát hogy... Hová szeretnél jutni a vele való viszonyulásban? Sok, sok helyre. Tehát, hogy elége az, hogyha tiszta tükröt tartok neki minden helyzetben. Mennyire, mennyire függsz tőle? Jócskán akkor arra szeretném fölülni a figyelmedet, hogy nem szabad másodlagos szenvedélybetegé válnod. Ez a legfontosabb dolog, hogy ő valamilyen addikciótól függ, te pedig ne függj az ő addikciójától. És ezen belül tudsz olyan műveleteket végrehajtani, hogy esetleg majd ráthallgat vagy segíthetsz neki, de ez nagyon nagy munka, és ne várd, hogy például a közeli családtag az főleg ha idősebb, az rád hallgasson. Fölfelé nem tudsz tanítani, legfeljebb javasolni. A család az egy nagyon érdekes vérségi kötelék, és vannak olyan mélyszerkezeti törvényei, amelyeket nem lehet fölülírni. Csak kiszakadni belőle, és utána visszamenni. De te fölfelé nem tudsz tanítani. Mert ott mindig te vagy a gyerek. A felsőbb generáció mindig azt hiszi, hogy a gyerek, na, akkor te most fiatalabb vagy tapasztalatlan, hogy én neveltelek fő, hallgassál rám, kész. Nagyon ritka, hogy a szülő visszatanuljon a gyerektől olyas valamit, amit pedig kéne. De nem hajlandó. Úgyhogy nézd meg, hogy meddig tudod segíteni őt, és közben óvd meg magad a másodlagos függéstől. És itt van egy nagyon világos határ. Ez egy kínos út, ezt én is bejártam húsz éve. Itt nem lesz boldogság mindaddig, amíg vagy az addikció meg nem szűnik, vagy a viszony meg nem szűnik. Úgyhogy ehhez kell egy nagyon erős centrum, egy ilyen turbóra töltött antien, és egy olyan mantra mező, amely a feléd áradó kivetítéseket, inzultusokat, kapaszkodásokat mind szépen felolvasztja, és letisztítja a viszonyt. Mert a szenvedélybetegségben nem pusztán a ragaszkodás, vagy a kábulat, vagy az időszakos dű a probléma, hanem az, hogy oly mértékben ledegradálja az emberi viszonyokat, hogy az már érdemtelen és méltatlan, és már nem is akarod élni azt úgy, ahogy a másik ember vetíti feléd. Mert olyan emberkép van benne rólad, ami tarthatatlan. És innentől kezdve dolgod van, hogy ezt a képet amennyire lehet, tisztítsd le, de nem úgy, hogy vitatkozz róla, hanem hogy megmutatod azt, hogy ez nem ő. Ez a szenvedély, ez nem ő. Ez egy démon, amelyik uralja. És ebben az a legszomorúbb, hogy a daimon, mint görög szó, az például a platón által használt értelmében segítő volt, tehát a tudatnak a segítője. De amikor kicsit túl sok segítséget kapunk valamitől vagy valakitől, akkor bizony a démon az akadályozó vagy uraló tényező lehet. Eluralkodik a lelken és legyengíti, elveszi az önállóságát, megszünteti a látható autonómiáját, és így a pokolba megy. A pokol nem más, mint a folyamatos szenvedés birodalma, honnan úgy tűnik nincs kiút. Van, csak a pokol azért pokol, mert úgy tűnik, hogy nincs kiút belőle. Úgyhogy kövesd a saját utadat, találd meg a saját irányvételedet, és ne engedj a szenvedélybetegség romboló hatásának, még akkor sem, hogyha az a családtag mondjuk nagyon kedves neked, és nagyon fontos neked. De ha te tőle függővé válsz, akkor indirekt addikció áll fönn. Ugyanolyan erős tud lenni, mint aki magát a szert fogyasztja. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm szépen. Kapcsolódnék ehhez a témához. Azt hittem, hogy mai alkalommal nem fogok sírni, de lehet, hogy fogok, mert hogy Sajnos ilyen családból jövök. Viszont amit szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ö, bennem, mivel nem tudtam segíteni, az édesanyámról van szó egyébként, aki ráadásul most halt meg decemberben, mivel ö, nem tudtam rajta segíteni, nekem a bőröm alatt van az, hogy mindenkin segíteni akarok. Mit szerettél volna elérni az édesanyádnak nyújtott segítséggel? Hát azt, hogy az a kálvárja, amit 47 éven keresztül ö, meg kellett járnom mellette, ez szűnjön meg, és ne az töltsi ki az életét, hogy, hogy ő delíriumban él, és azt gondolja, hogy, hogy, ez, ez a megoldás, mert hogy nem ez volt a megoldás. Teljes tisztelettel az erőfeszítésed előtt adózva meg kell kérdeznem, elérted? Nem, sajnos. Oké. Okay. Kivé váltál az erőfeszítés által? Hát, ez egy nehéz kérdés. Az biztos, hogy nagyon sok erőt adott ez most. Ez nagyon lehet, nagyon hogy. fontos. Hogy ez így egy picit uh, durván hangzik, de ez nekem nagyon. Tehát, hogy az erőm, ahogy én élem az életemet, az annak ez az eredője, hogy én ezt túléltem. Bizony is megtanított neked valami nagyon fontosat hogy te a belső tartásodban, és nem szükségszerűen a külső eredményességedben erősebb vagy, mint édesanyád karmája. És ezt az erőt más itt, ilyen helyzetben nem tudta volna demonstrálni csak te. Ez a te karmád ő vele. És innentől kezdve az, hogy te győztesen kerültél ki ebből, az nem bűn. Sajnos emellékeltenem a túlélők bűntudatát, ugyanis nem tudod megmenteni a haláltal. Viszont te élsz, és ő eltávozott. Ez ne töltsön el téged bűntudattal. Akármilyen életet élünk, egyszer vége van. Az övének így lett vége, biztos, hogy segítettél rajta, amennyit tudtál. Különben nem ülnél itt, hanem valahol máshol búfelejtenél. Az, hogy szembe mersz nézni ezzel a karmával, ez mutatja, hogy ez egy belső őszintességből táplálkozó erőfeszítés volt, és hogyha máson, más módon kell segítened, akkor lesz is, de ne bűntudatból dolgoz. Ne azért segíts másokon, mert édesanyád meghalt, és 47 éven keresztül kávárja volt az élet, Nem azért segíts másokon, mert ez a helyes emberi magatartás ezzel járunk az úton, ez a helyes karma jóga. De ehhez egy felébredett vagy felébredettebb tudat kell, mint korábban. Mert ha nem, akkor a pokolba vezető út ugye puszta jó szándékkal, de úgy ki van kövezve te, még a síkosító is rajta van, és így, egyenesen. Tehát az, hogy a mahajánának az a maximál, hogy ébredj föl és segíts másokon, mind a két tagmondat egyaránt fontos. Ezért kell gyakorolni, és ezért kell kint helyesen cselekedni. Köszönöm, még, még egy kérdésem lenne, mert ennek kapcsán eszembe jutott, hogy és honnan tudom, hogy mennyit kell segítenem, vagy tudom, hogy inni a szomjazónak, enni az éhezőnek. Igen, de mennyit? Igen. Tehát hol az elég? Igen. Azt nagyon jól lehet látni, hogy amikor a segítség betöltötte a feladatát, akkor épp elég volt belőle, és itt van egy másik paraméter, úgy segíts, hogy a másik önállóságát nevedd el. Nagyon szeretünk úgy segíteni, hogy közben birtokba vesszük a segítséget kapót, vagy ő függővé válik tőlünk, és akkor újabb gondviselő mozdulattal még inkább elveszük az önállóságát, mert látod, látod, rám van szükséged. Tehát az igazi segítség az, amely egy idő után feleslegessé teszi önmagát. Úgy, hogy közben a probléma meg van oldva, de az illető tudja, hogy ő oldotta meg, te csak hozzásegítette. Tehát itt kell egy óriási alázat, hogy ne én akarjam megoldani, hanem tegyem képessé a másik felet arra, hogy ő megoldja. És akkor segítettem helyesen. Az elején biztos, hogy úgy tűnik, hogy az önállóságából és a felelősségéből egy jó nagy részt rám rak, mert másképp szétpattanna, elpusztulna, szétesne. És ez egy ideig oké. Okay de ezt szépen vissza kell adni a belátás csomagoló papírjával együtt, hogy na most látod, most már vissza tudod venni a felelősséget, most már önálló vagy, most már te is teremtő pozícióba kerültél, és ne hidd azt, hogy te egy szerencsétlen, teremtett, tehetetlen lény vagy csak. A buddha természetről szóló tanítás az ezt nagyon szépen kimutatja. Hogy mindegyikünk képes a felébredésre, Mindegyikünk képes az illúziók levetésére, így mindannyian saját karmánk, így életünk teremtőivé válhatunk. És megszűnünk a saját karmánk következményei lenni, ezáltal megszűnünk egymás karmáinak a következményei lenni. A legborzasztóbb az, amikor te egy másik ember következményeként, és nem társaként, gyermekeként, szülőjeként egyébként élsz. Pusztán a következménye vagy. És ekkor az a legnagyobb segítség, amely az önállóságot, az autonómiát, a teremtőképességet visszaadja úgy, hogy az együttműködés, a társasság, az önzetlenség, a kölcsönös, szimmetrikus segítség nem károsodik, sőt, ezáltal fejlődik. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nagyon örülök, hogy feljött ez a segítség, mert itt gondolkodtam már az elmúlt percekben, hogy hogyan fogalmazzam meg a kérdésemet. Én nagyon sokszor belecsúszok ebbe a segítés adásba, ami nem is probléma olyan szempontból, hogy nem érzem azt, hogy átvenném a felelősséget, mert pont hogy így el is engedjük egymás kezét azokkal, akikkel megélünk egy ilyen helyzetet. Viszont a, ami nálam meg a, a kérdést felhozza, az az, hogy ez a párkapcsolataimban is ugyanez jött föl az elmúlt három párkapcsolatomban, ami egyáltalán volt, hogy Eljutottunk egy olyan szintre, amikor én segítettem a, a másiknak, és el is engedtem a kezét akkor, amikor ő erre készen volt, viszont innentől kezdve meg a társas kapcsolatnak a, a megmaradása, az egyelőre egyszerűen nem tudott létrejönni. És most kezdett el bennem egy félem feljönni ezzel kapcsolatosan, hogy akkor viszont ezt hogy fogom megvalósítani, hogyha én mindig belállok a segítőnek a a helyébe, aztán elengedem a másiknak a kezét, mert ő készen van rá. Angyal komplexus. És vigyázni. Már mondták. Ezzel. És mit csináljak vele? Szépen, kamatmentesen kérd vissza a kölcsönt. Ez azt jelenti, hogy ha te segítettél egy férfinak, a párodnak, akkor ezáltal ő az adósod lett. És ez rendben van. Ez nem önzés. Ez a kapcsolat szimmetriája és hogyha aszimetrikussá válik a kapcsolat, akkor előbb-utóbb akkora különbség áll be a felek között, hogy a felső és az alsó elszakad. Hogyha a szimmetriát megtartod, akkor előbb-utóbb mindenki tudja, hogy az adott létsíkon mi a dolga. Tehát a nőnek, mint nő mi a dolga a kapcsolatban, a férfinak, mint férfi mi a dolga a kapcsolatban. De ha te mindent megcsinálsz helyette, hogyha te addig segíted, hogy az már tényleg ilyen, nirvanisztikus, ideális kapcsolat, akkor az ő dolga elvész. És le is pattan rólad. Ha pedig problémája van, és segítettél neki megoldani, akkor mi lenne, ha ő egy kicsikét viszonozná ezt, és neked segítene, hiszen az embernek az az ismérve, hogy esendő és tökéletlen, és a hiánya van, a feleslege van. Neki is vannak problémái, csak az angyalkának nincs, mert ugye a szárnyaival oda repül, ahova akar. Nyugodtan, Hajd, sőt, éreztesd, hogy viszonozza. Az az illő és helyes, hogy viszonozza. És akkor szépen oda-vissza jár ez a segítség, oké? Okay? Ez egy kapcsolatban egy gyönyörű oszcillálás, ilyen kis finom hullám oda-vissza, most én adom, most te adod, és a többi. Elfogadom, elfogadod. Ez gyönyörű tud lenni. De ha ez aszimmetrikus, szétesik az egész. Ahogy ezt mondtad, az jött fel bennem, hogy nagyon jól szoktam tudni megoldani a feladataimat egyedül. Nem szoktam ebben segítséget kérni. Illetve, hogyha feljön bennem az, hogy akkor most mégiscsak kérek, akkor nagyon sokszor a másik félből ez úgy jön fel, mint hogy én elvárok valamit. Ne segítséget kér, hát ezt nem így kell csinálni engedj teret a másik embernek a feladat elvégzésében, amelyet te önállóan is el tudnál végezni. Hát ez világos, de attól vagy társas lény, hogy a társadnak teret engedsz, hogy ő is csinálja veled együtt, mert az milyen jó. Ezen keresztül is kapcsolódunk egymáshoz. Mindenki tud önállóan mosogatni, de mi, hogyha az egyik ugye mosogat, a másik törölget. Ezt meg tudjuk csinálni önállóan is. Engedj teret a másik embernek az életfeladatokban. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Nekem így a, a gyakorlással kapcsolatban e, jöttek elő ilyen befejezetlen félmondatok, és szeretném majd kérni a, a meglátásodat hozzá. A, amivel én dolgozom évek óta, az az, hogy, hogy akarom, hogy ne akarjak, ellenállok annak, hogy ne álljak ellen. Folyamatosan befeszülök, meg görcsölök ezektől az állapotoktól. Lovas terápiát javaslok. Itt rengeteg gyönyörű négylábú zenmester van a környékünkön, így csak a szigorúan a villanypásztor emberi oldalán így odamész a ló mellé, és megkérdezett, kedves tanító, befejeznéd de az én humán félmondataimat? És így nézed. És a ló néz rád, az egy gyönyörű kisugárzásával, a fantasztikus meleg szemeivel, és rájössz, hogy ez tényleg csak a te problémád. A ló az fut, legel, iszik, ha él még az anyja, hempereg is. Minden tud, csak az emberi problémáknak ez a szerintem teljesen agyament és elmebéli része, ez nekik nincs meg. Viszont érzik a kisugárzásodat. Tehát mi történne akkor, hogyha lóul kéne tudnod? Ja, én félek a lovaktól. Nem, <laughs> nem megyek a közeli amikor egyszer-két Akkor egyszer két, már a tanítóid is. Hát meg kéne tanulnod lóul, hogy hogyan közel egy hozzájuk. És most képzeld el a fordítottját, hogyha a lovak tényleg tudnának emberül, mit mondanának nekünk? Fogad Gondold talán a legelső kijelentésük az lenne, hogy ti humanoidok, annak ellenére, hogy a hátunkra ültök, és azt hiszitek, hogy uraltok minket, fogalmatok nincs az uralomról. Nem tudjátok uralni a saját beszédeteket, gondolataitokat, érzelmeiteket, cselekedeteiteket, ehelyett betörtök minket, és a hátunkra ültök, csak azért, hogy kényelmesebb legyen az élet, vagy örömtelébb, vagy vigyük a terheteket, vagy a bányába hozzuk fel a szenet, korábban őrüljük a búzátokat és még számtalan egyéb funkció. Tehát ez a saját elmédnek a terméke. A gondolataidnak a tehetetlensége. Ezek a félmondatok nem igényelnek befejezést, mert nem kell őket még elkezdeni sem. Tehát, hogyha tisztán látsz, és tisztán hallasz, és az ékék és a fű akkor nem megyünk bele terméketlen paradoxonokba. Ezek a mondatok, és nem téged minősítelek, hanem a mondatokat, ezek terméketlen paradoxonok, olyan ellentmondások, amelyek így rövid zárlatot okoznak a homloklebegyben, és így nézel ki a fejedből. Pontosan. Na. És akkor még... Ezért kell a ló tanítását megfogadni, amelyik legel, iszik, eszik, üzekedik, szül, viszi a terhét, és egyszerűen meghal. Viszont ekközben ő csak ló. Tehát a lóságát senki nem veheti el. Tehát mi az emberben az emberség, mi az a speciális minőség, amitől mi tényleg emberek vagyunk, azok, akik? Na ezt kéne megtalálni. És a természet nagyon jó tanító, nem csak a ló, de a kutya is. Meg a macska, a madarak, az erdő, a hegyek, a vizek, az ég, a felők, minden. Tehát egy szuperintelligens organizmussal vagyunk körülvéve, amit természetnek hívunk. És hogyha a természet működését meglátjuk, akkor a magunk működését is meglátjuk, de sokkal tisztábban, mint itt az elmek különböző koholmányai. Oké? Okay? Ezért tegyük félre azt a gondolkodást, amelyik önmagát a valóság helyére akarja behelyettesíteni. Mert ezzel van a baj. A gondolkodás, ha szolgál valami nagyobbat, mint önmaga, az egy fantasztikus jó szolga tud lenni, de trónra nem, mert akkor borzasztó uralkodó válik belőle. És az természetes, hogy a gondolkodás, ha valami nagyobbat szolgál, az nem önmaga. Szolgálja mondjuk a nem gondolkodást a gondolkodás. Honnan tudod, hogy ez megtörténik? Hogy belül itt el tudsz hallgatni. Megszületik az a csend, az a nyugalom, amiről egyébként a meditáció is szól, hogy nem gondolod túl. Nem mész bele felesleges intellektuális körökbe nincs állandóan nem, hogy egy, négy, öt, hat csatorna, amiből mondjuk kettőt, hármat látsz. A többit csak érzed, hogy ott alul kerepel, nyüsszög, kopogtat, és amikor figyelmet fordítasz, akkor felemelkedik a tudatfelszín fölé. És néha egy így leüvölti az összes többit. És ez a tudatnak, az intellektusnak a természetes szintezettségét még semmiféle patológikus nincs. Ezért még nem kell elmegyógyiba menni, ez a normális emberi intellektus működése, ezeket hívjuk különböző rétegzettségű abstrakcióknak. Az intelligencia is így működik. El tud vonatkoztatni a tárgyától, meg önmagától is. Igen, ám csak ki kell tudni kapcsolni ám a tévéadást. Ez van. Ha ilyen intelligensek vagyunk, és nem tudnánk visszatérni a gondolkodás elé, akkor a saját gondolkodásunk rabjai lennénk, ahogy jó páron vagyunk is. És a zen azt jelenti, hogy vágd el a narratívát. Találd meg igazi önvalódat két gondolat között. Tanulj meg visszatérni erre a pontra, amely csak tapasztalható és nem gondolható. Na ekkor elindulhatsz azon az úton, hogy már nem a saját gondolkodásod határoz meg téged. Kiegészíthetem még azzal, hogy ugye itt a, van egyfajta olyan fegyelem, hogy ahogy így hallom ezeket a mondatokat, hogy mondjuk figyeljek oda a légzésre, hogy puhán lélegezzek, és azonnal elkezdek ráfeszülni, hogy ja, és akkor nem jól élegzem, tehát, hogy vagy ne is lélegezek inkább. És emiatt így... Nem vagy így, egy kicsit maximalista? Dehogy. Nem. de hogy. Nem ide, ide, jöttem, és akkor ez, most akkor meditálni kell. Tehát, hogy ez most így, tehát ez az ez a, ez a első mondat, amit így... Na így de kedves ég... tanítani, ugye te a saját akaratodból jöttél. Hogyne. Ide. Jó, de tehát, te akkor nem akarni, kell meditálni, akkor így van? Én mindent akarok. Most látod szóval... az én puha sem, mert egy Hatalmas megkönnyebbülés volt, mert ezt te szeretnéd. Ennek örülünk. És a, ez a fegyelem, ez az önfegyelem, ez úgy, úgy jelenik meg, úgy, hogyha nem tudok beülni abba a pozícióba, meg nem tudom végigülni úgy, ahogy, akkor én így elkezdem megengedni magamnak, hogy másképpen üljek. És azt vettem észre, hogy ezzel a megengedéssel például nekem könnyebb lekapcsolni ezeket a, ezeket a belső... Ha ez így van, akkor én is megengedem. Megengeded? Igen. Ezzel egyébként az édesapáddal való karmádat is oldod. Ami nem könnyű. Igaz? Jó. Tessék tovább gyakorolni. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Kérdésem, hogy amennyit én szenvedek, ugyanannyit szenvedtetek, vagy nem, ilyen arányosság nincs? És nem hát csak ezt. te, mindenki. Többet tolunk ki másokra, hogy kevesebb maradjon látszólag belül. De nem, ez egy fordított egyenlet, minél nagyobb szenvedést lovunk másokra, annál jobban jön az vissza hozzánk. Csak egy olyan körpályán, aminek a sugarát szeretnénk elfelejteni. És ez nincs így. Tehát minél jobban szenvedteted a környezetedet, annál jobban fogsz szenvedni te is. Vice ugyanígy igaz, minél többet segítesz, minél boldogabbá teszed a környezetedet, annál több jön vissza hozzád. Köszönöm. Szívesen. A gondolatokról szeretnék kérdezni. Én is. Mert hogy, hogy ugye azért meditálunk, hogy elérjük azt az állapotot, ahol így leállnak a gondolataink, ugye? Tehát a, ez, a tükör, ez a tiszta, Igen. tükörszerű tudat, uh -huh. ez az, amikor nincsen. Mondom, 50%-et. Eléred a tiszta, tükörszerű tudatot, melyben az eredeti igazi önvalódat már nem azonosítod a személyiségeddel, a tükröt nem azonosítod a tárgyával, de ez azért 50%, mert utána el kell kezdeni vele dolgozni. És a másik 50%, hogy a tükör tükröz? A gondolkodó elgondol, csak másképp, mint korábban. Na, pont ezt szerettem volna kérdezni. Tehát, hogy nem alapvetően azzal van ugye a baj, hogy gondolataink vannak, hanem hogy milyen gondolatokat Sőt, tovább megyek, hogy milyen magunkban. ember gondolja el azokat a gondolatokat. Látod? Gyümölcséről ismerszik meg a fa. Ha rossz egy borzalmatos képzeteid vannak, akkor veled van a baj. Tehát ezt kell kitakarítani, és a gondolatok teljesen megváltoznak. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Ugye nem az a feladat, hogy ne hozzunk létre karmát, hanem hogy jó karmát hozzunk, vagy hogy van ez? Először, karma nélkül először én... összes szerszámot leteszed a kezedből, tehát nem hozol létre karmát. Nem, és nem és nem. Mert különben nem tudod a helyes szerszámot a kezedbe venni, és utána a korrekt karmát létrehozni. Nincs meg az egyik a másik nélkül. Hát olyan erősek a szokásaink, az azonosulásaink, hogy komolyan elhisszük, hogy ez az egoitás, ez mi vagyunk. Te kész, ennyi. És ilyen erősen fogjuk. És a gyakorlatnak az első 50 a nem nehezebb vagy könnyebb, mint a második, csak meg kell csinálni. Az, hogy rájössz, hogy te ezzel nem vagy azonos, és le tudod tenni. Semmi, de semmi nincs a kezedben. Ez az üres tudat, vagy a nem tudat. Az enkről a 180 fok. De enélkül nem tudod a 270-et, a transformációt végrehajtani, és utána pedig ugye 360 felé haladva helyes karmát, mondjuk botisztatva karmát létrehozni. Uh -uh. Mind a két fázisra szükség van. Sőt, hogy a tudásnak is adjuk meg a böcsületet, a 90 fokon már túlcsorduló tudásra is szükség van hogy utána a tudást meghaladó tapasztalat felé mozduljunk el, ezt hallottad az előbb úgy, hogy a gondolat valami nagyobbat szolgál, mint önmaga, ez a helyes tanulmány. Nem pedig csak önmagát és egy akadémikus taposó malomban írod a könyveket egymás után, és valójában nem jut semmire, azon a 90 fokon kívül, amely az intellektus csúcsa. De utána már valami másról van szó, többről van szó, egyben kevesebbről van szó. És a 180 nélkül nincs 270, nincs transformáció mert nem tapasztaltad meg azt a lényeget, azt a lisztet, amelyből minden péksütemény ki van sütve. És hogyha éppen túros buktából túl sok van, akkor az vissza tud változni liszté és töltelékké, mint tudjuk, csak valami egész más sütit sütsz belőle. Mondjuk rákóczi túrosat, a rácsosat. Jó. Egyéb kérdés? Az a kérdésem, hogy a szenvedtetéssel kapcsolatban manapság lehet sokat hallani arról, hogy a érzéseinkért mi vagyunk a felelősek. Ugyanakkor van egy ilyen vita, hogy most miattad vagyok én rosszul, vagy saját érzéseim, mert nem tudok uralkodni, hogy... Ez egy nagyon kökemény dilemma. Ez így én... van. És mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? Hát, hogy hogy van egy ilyen az uh, határa kettő között, amit én... A kapcsolat minőségétől függ. Aha. Világos, hogy egy BKV ellenőr és közted, nagyon világos, hogy hol van a határ. De mondjuk egy intim párkapcsolatban azért olyan fúzió van a személyiségek között, hogy ember legyen a talpán, aki pontosan kibogozza, hogy ki mit indított abban a pillanatban, hogy éppen akkor miért érezzük magunkat, vagy egymást úgy. És itt nem az eredetnek az állandó kapargászása kellene, hanem az, hogy ezt az adott pillanatot hogy tudjuk úgy fölfelé transformálni, hogy egyikünk se szenvedjen. És ebben mi az én részem? Nem az eredetet kell állandóan bizonyítani, hogy ezt te voltál. Érted? Már harmadik napja hülye vagy. Igen. Erre gondoltam. Tehát itt arról van szó, hogy most ebben a pillanatban hogyan segítelek ki téged, ezáltal magamat is ebből az állapotból. Az erről hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája, párkapcsolatban is nagyon fontos. Akkor a te beszéded, a te érzelmeid, a te gondolataid, a te cselekedeteid milyen irányba hatnak, és viszik őt is, hogyan reagál rá, és mivé váltok ezáltal mind a ketten. De azt, hogy én ezt nem vetítem pusztán vissza rá, hanem valami mást, egy magasabb minőséget, egy kevésbé szenvedtetőt teszek bele a pillanatba, az már az én dolgom. Tehát ez nem a megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Megdobnának kővel, de te félreállsz. És a kő elmegy mellett. Tehát nem veszed magadra azt, ami nem inged gatyád. És utána pedig nem éppen úgy, mintha semmi sem történt volna, de majdnem indítasz valami tisztát. Indítasz valami egyebet, és nem válsz a párod esetleg nem túl jó hangulatú viselkedésének a következményévé. És ez megint más, mint elbeszélni egymás mellett. Nagyon más. Tehát például a szeretett térben megvalósuló dolog az mindig a szeretethez fog vezetni. Tehát nem tudsz igazságot közölni haragvúan, gyűlölködve, dühösen. Mert akkor bármit mondasz, a dű, a gyűlölet és a civakodás lesz az eredménye. Bármi, még hogyha igazad van, akkor is. És innentől kezdve az a fajta gyakorlat, amely túllát a gondolkodáson, meghaladja az atavisztikus, kőkemény ösztönöket, az egymás felé ellentétesen fordított érzelmeket, ezt tudja harmonizálni az egészet. Tehát van a feltétel nélkül szeretetnek egy olyan magva, amit hogyha megfelelően gyakorolsz, mindig újra tudsz tölteni üzemanyaggal, mindig, és ez nem fogy ki. És innentől kezdve tudod elviselni a másik karmáját, sőt, képessé teszed őt is arra, hogy a tiédet elviselje, mert azért ez a fagy gyorsan visszanyal. úgyhogy nem akarod akkor is. Én úgy látom a környezetemben, hogy a legnagyobb szenvedést a párkapcsolat okozza gyakorlatilag. Tényleg? Biztos, ah, hogy jó választottál? Az életünkben. Nem az én Életemről van szó. Perpint. Egyik pillanatban ott van a pár, és a másikban már nincs. A környezetemben ezt tapasztalom most. Ez Nézd, egy ha ez 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 trend. Ha a legnagyobb szenvedést a párkapcsolat okozza, akkor előjelet az, és a legnagyobb boldogságot is azt fogja okozni. Nyilvánvaló. Igen. De mitől van az, hogy jönnek-mennek a párok, elválnak pillanatok alatt? Nagyon sokféle oka lehet, de a legmélyén az élet természetének a nem ismerete van. Ez egy nagyon súlyos nemlátás. Tehát az, hogy akárhány párkapcsolat jön és megy, valójában a saját problémáidat fogod a másikban viszont látni. Ez biztos. Elértek egy bizonyos mélységet, egy intimitásfokot, azon nyomban egymás tükreivé váltok, és a jövés menés az pedig nem fog segíteni. És hogy ezt az emberek milyen gyorsan látják be, az egyéni karma kérdése. Ugyanis ez a jövésmenés, ez mondjuk, amíg valaki nagyon-nagyon fiatal, és csak választ, vagy válogat, addig ez természetes. De utána, amikor elér egy bizonyos érettségi fokot, akkor látja, hogy ennek az egésznek így nincs értelme, hogy csak válogatunk. Választani kell, és egymás mellett kitartani, mert a következő kapcsolat is ugyanazt a problémát fogja hozni. Lehet, hogy más felrakásban, egy kicsit más kémiával, eltérő emeleten az adott, ássorban, de nagyon hasonló lesz. És minél több időt töltünk egymással, annál jobban megismerjük egymást, esetleg annál jobban tudjuk szeretni egymást, de sajnos az is igaz, hogy annál tovább tudjuk gyűrni egymást, hogyha nem mondunk le a saját téves nézeteinkről és a saját negatív fixa ideáinkról. És talán az egymásról alkotott változtathatatlannak tűnő elképzelések, ezek a gyökerei a párkapcsati problémának, és akkor, hogyha nem vagyunk elég erősek és őszinték ahhoz, hogy ezeket a fixa ideákat föladjuk, akkor a másikat fogjuk eltávolítani a környezetünkből, hogy veled van a baj. Veled. És nem pedig az, hogy hát nem tudtuk megoldani épp ezt a helyzetet, üljünk neki és próbáljuk meg még egyszer. Koreában a szerzetesi pályám kezdetén semmit nem tudtunk arról, hogy ez pár év múlva hova fog kulminálni, és hogy a tanításból bennünk mi lesz. Egyet tudtunk, hogy ha nem teszünk bele elég energiát, akkor vége. Ha nem kezdsz föl minden reggel és nem mész leborulni, énekelni és meditálni, akkor esélyed nincs. És kiderült, hogy a gyakorlat attól működött, mert rengeteg energiát tettél bele, és kaptál egy nagyon jó tanítást. Ha akár az információ tanítás, akár az energia a beletett erőfeszítés hiányzott volna, esélytelen. Nézd meg egy pár kapcsolatot, van egy étosza, egy, egy erkölcsiséggel, van egy fantasztikus információtartalma, a legmagasabb ilyen szintű dolog az, hogy hiszünk egymásban. És akkor ebbe teszünk energiát úgy, hogy jó és rosszon, esős és napos időszakokon keresztül is tudunk bízni egymásban, és meglátjuk azt a másikban, amik lehet, hogy ő sem lát de mégis kihozzuk egymásból azt a jobbik verziót, amely a továbblépés lépés lehetővé tesz. És az egymáson elvégzett munka anélkül nem megy. Tehát senki se kész termék. Tehát a fogyasztói társadalom ugye párkapcsolati modellje nagyon gyakran ahhoz hasonlít, hogy te elmész a bevásárlóközpontba, és van a szőke sor, a barna sor, a kicsit idősebb, az épp hogy nagykorú, és akkor szépen végigmész a sorokon, és leveszel egyet a polcról, és hazaviszed, és a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el, kibontod otthon a csomagolásból, és akkor elkezd a gomnyomás után működni a kapcsolat. Ez nem ilyen. És nyugodtan vidd haza azt a túlzást, amit most érzel a lelkedben, hogy hogy lehet így beszélni egy emberi kapcsolatról. Hát úgy, hogy sajnos ilyen frissíthető, Árucikkeknek és lejáró szoftvereknek tekintjük egymást, ha csak nem ébredünk föl egy picit jobban. Igen, és, és az egymáson értem. elvégzett munka, az egymás tükrében való látás, a magammal és a másikkal való kiigazodás és helyes kompromisszum, enélkül nem megy. Tehát ugyan párost láttam, akik 63 éve együtt vannak. 81 és 85 év. Így. És végig tolták. És ebben azért nagyon sok mindenben benne volt. Számolj vissza. 63 év. És a mai napig azt mondja, pajtásnak ilyen kis huncut szempillantása van, és a férfi azt jaj, Magduskám, mit mondtál? Érted? És ez egy ilyen fantasztikus mondat, és hallasz egy 85 éves embert egy olyan intim odafordulást, odaszólást, egy komolyan mondtam nekik, hogy hát példaképül szolgáltok. Azért ők elvégezték egymáson a munkát, nagyon komolyan. És se volt az, hogy mennyi innen reménytelen vagy, érted? Biztos, hogy volt olyan időszak az életükben, amikor napokig alig tudtak egymáshoz szólni, vagy veszekedtek, eltörhetett egy-két tányér, ki tudja. 63 éven nagyon sok minden belefér. De megoldották. De más fából voltak faragva, mint a mostani generáció. Nem jó, kész, újabb verzió kell. Megyek vissza a garanciális javításra oda a központba, kérek egy másik darabot. Kész. Elment a hat hónap. Nonszenz. Ez a fajta végső felszínesség, ez, ez oly mértékben önsorsontó, hogy, hogy borzasztó, és persze van olyan, hogy egy kapcsolat működés válik, ez így van, ez általában két főn múlik, nem csak egyen, és hogyha ha tényleg minden hit, szeretet és energia kiment belőle, akkor az a kapcsolat szét fog esni. És a jó ír az, hogy ennek nem kell így lennie. Viszont rettenetes nagy munka, tudván azt, hogy a szeretet kapcsolatok a legsérülékenyebbek, és az emberi társasság az egyik legtermészetesebb ösztön, ami van bennünk. Úgyhogy én azt kívánom, hogy mindenki találja meg azt a párkapcsolatot és így családot, ahol úgy érzi, hogy tényleg halad az úton. Esküvői szertartásunkban van egy olyan sor, hogy fogadom, hogy sohasem válok akadályá szellemi utadon. Kölcsönös. Hát azért ennél erősebb nem nagyon van. Minden más ennek a részlete. És hogyha ezt meg tudjuk tenni párkapcsolatban, családban, akkor esélyes, hogy ez a maga módján kisugározhat a társadalomra, és természetes életvezetésünknél fogva ösztönözhetünk embereket arra, hogy a felébredés útját járják, és segítsünk egymásnak annak, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől, egy boldogabb, normálisabb, önzetlenebb életet élve. Köszönöm a figyelmet!